piacra elég sűrűn járok ki, és azt mondom, hogy a tegnapi napig is ott még mindig vannak drukkerek, idősebb drukkerek, vagy hordárok, vagy valakik, akik még mindig arra emlékeznek, hogy milyen szép dolog volt az a bucsú mérkőzés, és még megismernek, pedig hát 40 éve már, hogy abba hagytam a játékot. Ön még folytatta volna egy-két év, biztos lett volna önben, ugye? Igen, hát akkor meg kell, hogy mondjam, megkerestek a Ferencvárostól, kerestek. Miért nem ment el? Azt mondtam, hogy én nem tudok más részbe játszani. Ennyire ez a klubiség, komolyan. Ennyire így volt, hogy amikor ott már egyértelműen nem tartottak önre igényt, igen. Nem volt legalább egy olyan, hogy csak a játék örömért? Nem tud, azt mondtam, én nem tudok elmenni. Fradiból hívtak, mehettem volna esetleg máshova is. Azt mondtam, hogy nem. Nem tudok más részbe játszani. És ez komolyan így volt a mai napig, szóval. Nem tudom, mert ilyen vagyok, nem tehetek róla. Sokan elfogadnák azt a pályafutást, ami az örök vasasos Ihász Kálmánnak megadatott. Négyszer nyert bajnokságot, egyszer olimpiát, és van egy EB bronzérme is. Három edzőlegendával, Ilovszky Rudolffal, Baróti Lajossal és Lakat Károllyal is dolgozhatott. A klubok között nem ugrált, a pályát viszont alaposan bebarangolta. Lényegében mindenhol megfordult, míg nem kikötött a bal hátvéd posztján. Hogyha egy Fradi vasas meccs volt, vagy egy Újpest vasas meccs volt. Vége volt, a szurkolók jöttek, hozták a gyerekeiket, és ugye azért a stadionban 60 ezer nézők előtt játszottuk a mérkőzéseket, 60 ezer ember azért az nem semmi. És utána a Fradi drukker, a vasas drukker, a Honvéd drukker, egy kézen fogva ment a kocsmába, szóval nem volt ilyen, hogy most egy szurkoló tábor, mitől 20-30-an összeállnak, és akkor ott kommunistáznak bennünket, vagy ilyesmi, nem volt. Nem, ők a meccsér jöttek ki, és ők szerették azt a focit, amit mi játszottunk. De egyszer volt egy tavaszi mérkőzés, a Honvéddal játszottunk a stadionba, egy kupamérkőzést, hát körülbelül volt 10-12 ezer, 15 ezer néző maximum. Na most mind a két csapat játékosai, még a Tihi Lajos is játszott akkor, hullára meg voltunk sértődve, hogy csak ennyi néző volt ki, mert nagyon hideg, ilyen jeges, szeles idő volt, és a stadionban is, mikor megláttuk, akkor azt mondtuk, hogy gyerekek, oda megyünk, és minden nézővel kezet fogunk egyenként. És amikor vége volt egy mérkőzésnek, akkor az mennyi ideig járt a fejében? Tudott aludni utána? Mert sokan nem tudnak aludni utána. Nem. Akkor lejátszottam többször a mérkőzést, szóval az olyan volt, hogy az, akkor az napokig bennem volt, és aztán a másik az, mikor kimentünk, és összejött a csapat az első edzésen meccs után, akkor meg kidumáltuk. Magyarul megbeszéltük, hogy ki, hol hibázott, miért. Hát, ebben az edző részt vett? Vagy ezt a játékosok egymás között? Nem vett részt. Nem. A Rudi és az edző nem is csinált hasonlót? Vagy igen, ő értékelt. Minden mérkőzés után az első edzésen, benne az öltözőbe, egyenként, személy szerint mindenkinek értékelte a játékát. Ki volt kritikusabb? A játékosok saját magukkal szemben, vagy az edző? A Rudi bácsi. Rudi bácsi. A Rudi bácsi, hát velem neki, hogy mondjam, tényleg gyerekkorom óta az edzőm volt, és velem kimondottan nagyon szigorú volt. Igen? Érezte, hogy egy kicsit... Nagyon-nagyon kevésszer mondott elismerő szavakat. Nem volt kivételezés? Nem. Nem volt a kis kedvencek? Talán a Lajos bácsinak volt egy-kettő, az érdekes volt a Lajos bácsinak, de a Rudi bácsinál is volt kedvenc, mondjuk a Farkas Jancsi, azt tudom, az kedvenc volt, és mondjuk ő egy kicsit többet esetleg megengedett magának, de vele is szigorú volt, mert akkor nagyon megbüntette. Szóval, de ilyen értelemben nem tett különbséget. Vasasnál pedig Lajos bácsi visszajött edzőnek hozzánk, és elmentünk egy spanyol, így a nyári időszakba, egy spanyol túrára. Azt mondta nekem, mikor megérkeztünk az első játékos értekezleten, hogy Kálmán, egyedül téged tegezlek a jövőben a csapatba, mert ezen a tornán te nyújtottál olyan teljesítményt, és másnap elmentünk sétálni, és átölelt, akkor már tudtam, hogy valami gáz van, még nem tudtam erről mi, aztán tudod, azt, hogy hozták ezt a kántor gyereket, és hát ki kell nekem próbálni. Mondom, jó, Lajos bácsi, tehát mi a probléma? Hát azt mondja, hogy hát kérlek, hogy üljél le a kispadra. Mondom, hát tegnap megdicsért, hogy én vagyok a legjobb játékos, és akkor is kérlek, hogy legalább ülj le a kispadra. És mit ad? Hát ugye ne menjek haza, mert akkor öltöztem volna, és mentem volna haza, és azt mondja, ne menj haza, maradj itt. Jó. Lement a mérkőzés, utána hazamentünk, ugye kimentem edzésre, következő bajnoki mérkőzés jött, megint nem játszok.
megint ülök a kispadon. Vártam, hogy hát jó, rendben van, kipróbálja a Kántor Misit, hát ott nyert a csapat, ugye két mérkőzés, jött a harmadik mérkőzés, és akkor mondtam a Lajos bácsinek, aztán a Fradival játszottunk, és ki is kaptunk otthon, és gondoltam, hogy hát most már csak be fog tenni a csapatba, hát csak valamilyen szinten, mert mondtam, hogy játszok középpályást is szívesen, hát nem kell nekem bal hátvédet játszani, és nem tett be a csapatba, és akkor mondtam neki, hogy köszönöm szépen, Lajos bácsi, én elmegyek a kettőbe játszani, mert én nem ülök a kispadon. Soha életemben, ugye nem volt csere annak idején. Mondtam, én soha életemben. Egyedül a válogatottnál volt, hogy egy párszor ültem a kispadon, de a Vasasnál soha nem ültem kispadon, és én szeretek focizni, és én elmegyek és játszok a kettőbe. Jött egy kupa mérkőzése a Vasasnak, és Skóciába ment a csapat, és Lajos bácsi behívott, hogy hát Kálmán, megsérült egy-két játékosom, és gyere el velünk Skóciába, de akkor már a második csapatban játszottam, és mondtam neki, Lajos bácsi, hát én a TFN most vagyok, negyedik éves a sportszervezőit végeztem, és államvizsga előtt álltam, és megkérdeztem tőle este, hogy Lajos bácsi, egy kérdésem van, kérdezze, játszom a csapatba, vagy pedig csak a kispadon ülök? És azt mondta, hogy én ezt nem tudom neked garantálni. Mondom, jó, Lajos bácsi, köszönöm szépen. Reggel fölkeltem, fölálltam a reggelinél, mentünk a buszba, az Árpád hídnál kiszálltam a buszból, fölálltam, és azt mondtam, hogy gyerekek, mindenkinek jó utat kívánok. Én befejeztem a labdarúgást. Kitaláltam azt, külföldön volt egy pár ilyen búcsúmérkőzés, elköszöntek játékosoktól, már nem emlékszem pontosan melyik, de búcsúztattak el akkor Németországba is, Olaszországba is játékosokat, és szép dolog volt, és akkor azt mondtam, hogy én pedig szeretnék egy búcsúmeccset játszani. És oda mentem a Lajos bácsi, és azt mondtam, Lajos bácsi, kérek, a Székesfehérvár ellen, a videótól ellen játszott a Vasas a Fáj utcába. Lajos bácsi, kérek szépen 5 percet a Lajos bácsitól, hogy 5 percet tegyen be a csapatba, mert akkor még igazolt játékos voltam, hát szóval még megvolt minden papírom, 5 percre is, hogy el tudjak búcsúzni a közönségtől, és hogy meghajoljak és megköszönjem, hogy itt lehettem. És azt mondta, hogy hát ő nem engedheti meg ezt a hogy egy cserét elveszítsen, mert ugye 3 csere akkor már volt, hogy egy cserét elveszítsen egy bajnoki mérkőzésen. Akkor megköszöntem neki, köszönöm, Lajos bácsi. És aztán erre úgy reflektált a 80. születésnapján, hogy azt Újpesten tartották, az Újpest ünnepeltet a 80. születésnapján, engem is meghívtak, és oda jött hozzám, és azt mondta nekem, hogy Kálmán, ne haragudj rám, és mondtam, Lajos bácsi, nem haragszom, ne haragudj rám, azt mondja, veled szemben, mint játékossal, veled szemben van egyedül lelkiismeret fúdalásom. És mondtam, Lajos bácsi, ne legyen. Úgyhogy tulajdonképpen volt az utolsó beszélgetésünk a Lajos bácsival, és hát addigra már ez ugye pár évre rá volt, mikor én abba hagytam a focit, és akkor úgymond kibékültünk. Harag már csak azért sem lehetett, mert a szép búcsú végül nem maradt el. 1974. február 28-án dugig telt a Fáy utcai stadion. A sok-sok ember utoljára tapsolt Ijász Kálmánnak, illetve két másik búcsúzó vasas legendának, Mészöly Kálmánnak és Farkas Jánosnak. Tevékenyen közreműködik az Olimpiai Bajnokok Klubja vezetésében, illetve hát ami talán még érdekesebb, ez a bizonyos foci segély alapítvány. Meg lehet tippen, hogy nagyjából hány nehéz sorsú labdarúgónak tudtak ez idáig segíteni? Hát neveket nyilván nem kérek, hiszen hát igen, neveket azt nem akarok mondani, de eddig a 68 játékos kap, most már több mint 68 játékos kapott, és hát én olyan 3 hónaponként összehívom az elnökséget. A Borbély Zoli van bent, a MLS-nek a jogásza, a Faragó Ricsi, aki rádióriporter, televízióriporter, és a Garaba Imre, aki 82-szeres válogatott. Tehát ez az elnökség, és hát én forszírozom is. Mikor ez az egész elindult, akkor én az összes régi klubnak is, akár a Komló, Pécs, Szeged, mindenféle régi klubnak elküldtem egy levelet, és abba kértem, hogy nekünk segítsenek abba, hogy nézzenek utána a régi futballistáknak, nyugdíjas focistáknak, nézzenek utána, és ajánlják őket, illetve mondják meg nekik, hogy írjanak egy pár soros kérelmet a pályafutásukról, és a jelenlegi egészségügyi és hát szociális helyzetükről. És akkor hát bizony nagyon szépen jöttek be a levelek, és akkor mi ezt megtárgyaljuk, megszavazzuk,
itt a játékosok egyszeri pénzhez, abból adódik ez a pénz, mert azt a Magyar Labdarúgó Szövetség hozta létre ezt az alapítványt, hogy a büntetés pénzek, amik befolynak a csapatoktól, ahol sportszerűtlenség van a pályán, vagy megbüntetik a csapatokat, ezt ráteszik erre a Foci Segély Alapítvány bankszámlájára, és akkor ebből a pénzből tudunk mi segélyt nyújtani, ami egyszeri alkalommal 350 000 forint. Nekem ez nagyon-nagyon jól esik, hogy így a régi srácoknak, ellenfeleknek is, és hát aki ismeretlenek is, mert hát ugye van olyan is, aki már én nem játszottam, de rászorultsági alapon kapják ezt a pénzt. De mondom, a visszajelzések azok nagyon meghatóak.